Miért fontosak a trendek? Erről lesz ma szó. És egész pontosan arról, hogy 2019-ben mire számíthass. Elsősorban vezetőkhöz beszélek, cégvezetőkhöz, stratégiákhoz. Ez különösen azoknak lesz hasznos, akiknek már elindult a cége, már megy a cége. És azt fogom elmondani, hogy mi azok a... tulajdonképpen mi az a hat legnagyobb és legfontosabb marketing trend, amire mindenképpen oda kell figyelni, mert ha belekapaszkodsz, az felfuttat. Hogyha pedig figyelem nélkül hagyod, akkor az nagyon veszélyes lehet a cégedre. Ha belegondolsz, akkor az elmúlt években, amik ilyen nagy trendek voltak, az egyik az az értékesítési futószalagok, értékesítési töltséreknek a kialakulása, és sziasztok, amik rengeteg céget futtattak föl, vagy amikor valaki elsőként kezdte el alkalmazni az iparágában a Facebook hirdetést, vagy akár az AdWords hirdetést, az a sok hasonló cég közül rakéta sebességgel emelt ki vállalkozásokat, és tett sikeressé. Tehát, hogyha jól odafigyelsz a trendekre, annak eszméletlen ereje van, és igazán igazságtalan előnyt tud neked biztosítani, olyan, mint hogyha lenne plusz 10 embered, vagy lenne plusz 10 milliód marketingre. Szóval ezekre mindenképpen oda kell figyelni. Mondok egy példát, hogy ki nem csinálta ezt jól. 5 éve járok edzeni, és tegnap volt először, hogy kiszúrtam, ott a környék, kicsit korábban odaértem, sétáltam a környéken, és látok egy lepukkant épületet. Csöpög a víz, a tiszta madárszar a környéke, ilyen, tudod, egy pár hajléktalan, és akkor látom ilyen lekopott betűkön kiírva, hogy Olimpia mozi. Az Olimpia mozi egy csúcsjó mozi volt 25 éve, és teljesen eltűnt. Ő volt az, aki figyelmen kívül hagyta a trendeket. Szóval ne te legyél az Olimpia mozi, legyél te az, aki belekapaszkodik. Úgyhogy nézzük, hogy mi ez a hat trend, oké? Okay? Hogyha készen álltok, fussunk ezen végig, nem fogok túl sokat tökölni rajtuk, mert inkább az a célom, hogy fölhívjam a figyelmeteket, és hogy segítsek fókuszba állítani, hogy mi az, amivel többet kell foglalkozni idén marketing szempontból, mi az, amivel kevesebbet. Egy figyelmeztetés, hogy műsorunkban termék megjelenítés látható, tehát fogok természetesen beszélni arról is, hogy mi, mint marketing kommandó, hogyan tudunk neked segíteni, hogy ezekre a trendekre jobban felkapaszkodj, sikeresebben húzzon téged fel. Nézzük, hogy mi az első. Oké? Mi az első? A legelső az egy nagyon érdekes trend, amiről szinte senki nem beszél. Mindenki a socialről beszél, meg a marketing automatizálásról, meg az AI-ról, meg a big dataról. Ez a fontos. HR marketing. Figyeljetek! 2019-ben végig fog söpörni ugyanaz a trend a HR-en, mint ami mondjuk 10 éve végig söpört a kisvállalkozások hirdetésein. Nézzétek meg, hogy ugyanúgy, ahogy a legtöbb kisvállalkozás 10 évvel ezelőtt megtanulta, hogy a terméke helyett hogyan beszéljen a hirdetésében a vevőről, a vevő problémájáról, ígéretekről. Ugyanúgy cégek ebben az évben meg fogják tanulni, hogy hogyan kell egy állást úgy meghirdetni, hogy ne arról szóljon, hogy mit követelünk, hanem hogy mit kínálunk. Nézzétek meg, hogy ebben az évben az álláshirdetések át fognak alakulni. Ez végig fog söpörni rajtunk, és aztán utána ez egy minőségi javulást hoz. De ha belegondoltok, akkor egy pár évvel ezelőtt a marketing úgy tudott versenyelőnyt adni, hogy jobb marketinggel ki tud szerezni jobb vevőt. Ma a versenyelőny úgy fog kinézni, hogy jobb álláshirdetéssel ki tud szerezni jobb alkalmazottat, ki tud építeni jobb csapatot. És ez nem csak egy ilyen pozitív dolog, de jelenleg a legnagyobb problémája az egész kisvállalati szektornak a jó ember megszerzése. És ehhez neked nem csak mint cég kell fejlődnöd, de az álláshirdetéseidnek is kell fejlődnie. És ez magával hozza azt is a belső marketinget, az employee brandinget. Tehát, hogy házon belül, ugyanúgy, ahogy tegnap az ügyfeleidet közelebb húztad magadhoz,
ugyanúgy a kommunikációdon, egy jobb belső marketingen keresztül a csapatodat jobban összehozod. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lesz. Janata Kriszta ezzel sokat foglalkozik, úgyhogy ebben az évben mi a go-to-marketingen belül sokszor elő fogjuk hozni ezt a témát, élők lesznek róla, meetupok lesznek róla, tehát mindenki, aki go-to-marketing tag, az ebből profitálhat. Tehát a hatodik legnagyobb trend idén az a HR marketing. A következő az a marketingnek egy tartó oszlopa lesz, ami kiemelt figyelmet érdemel mindenképpen idén, és ez a disztribúció. Szóval föl kell csatolnod a tehervonatot, vagy a tehervontató mozdonyt a céged elé. Ugyanis a disztribúció egy nagyon fontos eleme, alkotó eleme a marketingnek, és tényleg óriási forradalom volt, hogy az online egy új disztribúciós láb volt, egy új disztribúciós ágazat, de ezt gyakorlatilag már mindenki kihasználta. A legutolsó vidéki butiknak is van webshopja. Mi a következő lépés? Hogyan lehet ezzel további előnyöket szerezni? Az első az az, hogy nem csak a termékdisztribúcióján kell gondolkodni. Tehát neked nagyon fontos, hogy a cuccodat ne csak ott lehessen kapni, ahol jelenleg. De gondolkodnod kell. Hogyan lehetne franchise-osítani? Hogyan lehet viszont eladói hálózatot kiépíteni hozzá? Hogyan tudok fölvenni szélzeseket? Hogyan tudok fölvenni tanácsadókat? Hogyan tudom licenszelni? Hogyan tudom ott lenni, ahol a vevő van? Hogy ne a vevőnek kell hozzám jönnie, hanem én tudjak a vevőhöz menni. Ez egy nagyon komoly, tehát a disztribúció nagyon komoly versenyelőnyt fog jelenteni a cégeknek. A másik, hogy nem csak a termékedet és a szolgáltatásodat kell disztribútálni, de a tartalmadat is. Tehát, hogyha folytasz tartalommarketinget, azt valószínűleg eddig jellemzően egy csatornán csináltad, vagy mondjuk egyre fókuszáltál oda, és ez nagyon jó. De a tartalom disztribúció legalább olyan fontos lesz ebben az évben. Tehát az, hogy hogyan legyen multimédia, hogyan legyél kép, szöveg, videó, hang, ezeket a megfelelő csatornákon terjeszd, ugyanis a vevőidnek eddig csak azt a rétegét, azt a kis szegmensét szolgáltad ki tartalommal, akik azt a típusú tartalmat fogyasztják szívesen, amit te ma adsz nekik. Tehát, hogyha te videóztál, akkor kiszolgáltad a videós ügyfeleidet, de egy csomó potenciális ügyfeled, aki nem bírja a videókat, aki sokkal szélesebben végigfut egy szövegen, azokat nem szolgáltad ki. Tehát ezért föl kell tenned a térképre, neked, mint vezetőnek, hogy ebben az évben a tartalmunknak a disztribúcióját jobban meg kell oldani. Milyen médiában, milyen formátumban és milyen csatornákon jelenünk meg, illetve melyik csatornán mit csinálunk. Tehát amíg mondjuk egy Instagram sokkal inkább alkalmas ilyen képes és pici szöveges tartalom disztribúcióra, egy YouTube-on megnéznek egy hosszabb videót, egy Facebookon egy rövidebbet, tehát ezeket mind figyelembe kell venni. Mondok egy jó példát, nekem ezt a fiam magyarázta el, mondjuk azt, hogy mit rakjál sztoriba az Instagramon, vagy mit rakjál posztba, azt mondta, hogy elmész a Beyoncé koncertre, fotózol, megjöttünk, parkoltunk, itt az ülés, ott a színpad, ez mind megy a sztoriba, de amikor szelfizel a Beyoncé-val, azt kirakod posztba. Szóval ezeket a dolgokat ki kell találnod neked, mint vezetőnek. Föl fognak erősödni az integrált kampányok is, tehát a marketing kampányaid, a reklám kampányaid, akár a folyamatos, akár az egyedi kampányszerű, időszerű kampányaid. Ezek jellemzően egy kis vállalkozásnál egy csatornán mennek. 2019 jelszava, integrált kampányok, tehát több felületen, offline, online, többféle üzenettel, többféle médiával, ezek fognak nyerni, akik ezt jól tudják disztribútálni. A következő pont, azon nagyon fogod érezni, hogy mennyire trend, de hadd segítsek abban, hogy mit lehet vele tenni. A következő pont, ez az emberi tényezőnek a reneszánsza a marketingben. Ez azt jelenti, hogy állati jó a social, állati jó, hogy tudjuk a barátainkat követni, hogy sokkal több ismerőssel tudunk
kapcsolatot tartani online. De ez kezd visszajutni, és kezdenek az emberek szomjazni, igényelni emberi kapcsolatot. Mondok neked egy tök friss példát. A minap találkoztam Kócsa Lacival, aki a Chef Parádénak a vezetője, őt láthattátok a most már tavalyi marketing szuperkonferencián, aki elmondta, hogy csináltak egy csodálatos rendszert, ahol online lehet foglalni főző tanfolyamot. Ugye nekik ilyen párórás főző tanfolyamaik vannak csodálatos termekben, és azt mondja, hogy a foglalásoknak mégis egy óriási része az úgy jön, hogy amikor az emberek mennek haza munkából, akkor a kocsiból fölhívják őket. Jó? Tehát kell nekik az emberi hang, kell nekik az emberi tényező. Bíros Levent az online márkaboltól, aki elmondta, hogy rengeteg megrendelésük jön úgy, hogy valaki végignézi a weboldalt, de utána fölhívja őket. Tehát az egyik versenyelőnyük az a telemarketingből, az ügyfélszolgálatból származik. Oké? Okay? Tehát ne akarj mindent automatizálni, ne akarj. Ez a nagyok játéka. Nézd meg, hogy az összes multi arra hajt, hogy chatbottal szolgáljuk ki az ügyfeleket. Ne kelljen velük beszélni, minden legyen automatizált. Ha fölhívod őket, nyom meg az egyes, nyom meg a kettes, nyom meg a csillagot. Oké? Okay? Nekünk kicsiknek a versenyelőnyünk az, hogy humánusok tudunk maradni. És van ennek még egy vetülete, mégpedig az, hogy ha eddig csak online volt kapcsolatod az ügyfelekkel, tessék kiterjeszteni. Ügyfél találkozók, meetupok, rendezvények, ügyfélreggelik. Hogyha eddig webináriumon értékesítettél, kezdj el értékesítési meetingeket csinálni. Hívd meg az embereket egy kis terembe, kenyelezd le őket egy nagyon jó, mit tudom én, egy méréssel, analízissel, kajával, egy nagyon jó információval, és aztán adjál nekik ott, ahol figyelnek ugyanis. És ezért nagyon fontos, azok az eszközök, amik eddig arra valók voltak, hogy online eladjunk, azok baromi erősen lekoptak, ugyanis online a figyelem csökken, online az emberek koncentrációs készsége csökken. Régen megnéztek egy egyórás videót, ma ugye tudod, a félperces videónál előre tekersz a jó részhez. Tehát, hogy azt akarod, hogyha a te terméked vagy szolgáltatásod azt igényli, hogy egy érdeklődő koncentrálva odafigyeljen mondjuk egy 10 percig, 20 percig egy üzenetre, és csak utána nyílik ki a csipája, utána fel kell tenni benne a vágyat, hogy vásároljon, törekedj arra, hogy személyesen találkozz vele, mert az fog neked versenyelőnyt hozni. Ez egy nagyon fontos trend. Következő. A következő az utalért minket egy trend, és ideje azon lépni egy nagyot. Ugye a tartalommarketing egy nagyon fontos trend volt, de ma már mindenki tartalommarketinges, mindenki blogol, posztol, úgyhogy 2019 az nem a tartalommarketing kora, hanem a tartalom minőség kora. Szóval ideje magasabb fokozatba kapcsolnod tartalom minőségben. Ez azt jelenti, hogy ki kell hirdetned mindenkinél, aki a cégnél tartalmat gyárt, hogy gyerekek, egy szinttel feljebb kell lépnünk minőségben. Nézzétek meg, hogy ma, nézd meg, hogy te kiket követsz. És te olyanokat követsz egyre inkább, nem akinek van tartalma, hanem akinek minőségi tartalma van. Akinek gyönyörűek a fotói, és tényleg egy dopamin roham ránézni. Vagy akinek szórakoztatóak a videói, vagy lelkesek a videói. Vagy aki olyanokat ír, amit jó olvasni, ami érzelmi hatást kelt. Érted? Tehát nem elég csak kirakni az információt, most már. Meg kell spékelned olyan minőségi elemekkel, ami miatt az emberek szívesebben fogják fogyasztani. Úgyhogy az egyik nagy fókusz az mindenképpen a videó. Ha eddig nem tetted, akkor kezd el gyakorolni. Oké, először bénán csinálni, amíg kevés követőd van, de rá kell kapcsolni. Jó? Tehát izgalmasabb videók, jobban összerakott videók. Ez tehát a minőségi tartalom az egyik. Tartalmon belül van még egy nagyon fontos elem, mégpedig az, hogy a piac szomjazza a hiteles
előadókat. Tegnap voltam a húgomnál, Wolf Katiéknál, a lánya január 1-jé, és ugye most volt a szülinapi bulija, és beszéltünk a Katival az instázásról, nagyon ügyesen csinálja az instázást, és azt mondja, hogy ami így szakmai, tehát ahol kirak egy dalt, vagy egy koncertfotót, az nagyon fontos, hogy szép legyen, vagy mondjuk egy szponzor ruhában van, annak tökéletesnek kell lennie. De mellette, amikor otthon, a saját napi életében valamit bénázik, azt mindig kirakja, mert különben nem tudsz hiteles maradni. Azt mondja, hogy az egyik legtöbbet lájkolt és legtöbbet kommentált posztja az volt, amikor a sütőben felejtette egy lazanyát, és szénné égett az egész, és utána azt kirakta. Szóval az ügyfeleink, a követőink, azok vágynak arra, hogy ne egy tökéletes idolt lássanak, mert azokat soha nem tudjuk elérni, és csak feszültséget kelt bennünk, csak boldogtalanságot kelt bennünk. Látnunk kell, hogy valaki többet akar, haladni akar, jobbat akar, de mellette tud emberi maradni. Szóval tessék bevállalni a hibákat, tessék bevállalni az apró dolgokat. A vevő kíváncsi erre a belső küzdelmünkre, kíváncsi arra, hogy igenis bénák vagyunk, de ezen hogyan akarunk javítani. A következő az, hogy ebben az évben, nézzétek meg, fel fognak emelkedni azok a vezetők, akik stratégák. Mondom, hogy mi történt. Az elmúlt pár évben azok voltak a sikeres cégek, akiknek volt egy marketing eszköze, amit iszonyú jól kihasználtak. Igaz, sztori, itt van Blaner Attila, sokan ismeritek, ő volt 3-4 évvel ezelőtt akkor megosztott év marketingese díjat adtunk, mert ugyanannyian szavaztak rá, és a Go Angol vezetőre, és Blaner Attila, ő egy ékszer üzletet úgy futtatott föl, hogy mindenkinél jobban értett a Google AdWords-höz. Rájött, hogy ezzel nem neki kellene foglalkoznia, és megpróbálta kiadni ügynökségnek. És egyik ügynökség se tudta azokat az eredményeket hozni, mint ő. Ugyanilyen volt Barazsi Ákos. Ő is, neki egy útnyilvántartási szoftvere van, és annyira ügyesen AdWords-ozott, hogy még tananyagot is csinált belőle, és hiába próbálta meg kiadni, se alkalmazott, se ügynökséget nem talált, mert egyszerűen annyira tökére fejlesztette. Szóval az elmúlt évek mindenképpen arról szóltak, hogy marketing eszközök bővültek, fejlődtek, mi megtanultunk egyet, és felfuttattuk vele a cégünket. De a következő szint az mindenképpen az, hogy hogyan tudsz stratéga lenni. Tehát már nem csak eszközökben gondolkodni, mert az eszköz tulajdonképpen az ugyanaz, mint amikor úgy tanulsz meg sakkozni, hogy megtanult, hogy a bábuk hogy lépnek. Megtanulsz egy lóval jól menni, oké? Előre 2, jobbra 1. Ez az eszköz. A stratégia meg az, hogy hogy tudsz 3 lépésben sakkot vagy mattot adni a versenytársaidnak. Úgyhogy most, hogy már az eszközökhöz jól értünk mi, jól értesz te, jól értenek a partnereid, az alkalmazottad, ideje egy szinten följebb lépni. Elkezdeni ilyenekkel foglalkozni, mint a SWOT analízis, a PEST analízis. Elkezdeni látni a kompetitív térben, figyelni azt, hogy a konkurenseinknek mik lehetnek a fő céljai. Haladni akarnak? Terjeszkedni akarnak? Inkább elfoglalni egy hadállást erősebben, vagy inkább terjeszkedni sokfelé? Mi a fő üzenetük, és azzal, hogy tudjuk mi szembe pozícionálni magunkat? Mi a termékstratégiájuk, azzal, hogy tudunk mi szembe pozícionálni? Azok lesznek a nyerő vezetők, akik jól értenek az üzleti modellhez, az üzleti modell váltáshoz. Akik jól értenek a márkához, akik jól értenek az átmárkázáshoz, az újramárkázáshoz. Ezek a vezetők fogják megnyerni a csatákat 2019-ben. És az utolsó, amit meg akarok nektek mutatni, amivel nagyon sokat kell foglalkozni 2019-ben, az az, hogy ha belegondoltok, hogy egy kicsit visszagondoltok az elmúlt évtizedekre, akkor
Ugye a rendszerváltás után a választék kora érkezett el. Ugye az embereknek elege volt abból, hogy a boltban egyféle csoki van, egyféle tej. Bejött a választék, és mindenki, aki választékot hozott, az meggazdagodott rajta. A 2000-es években bejött a reklámkompetencia. Az emberek elkezdtek hirdetni, és az gazdagodott meg, aki azt a választékát ügyesen tudta hirdetni. Tehát az mindenképpen a jobb reklám. Ugye? Tehát 90-es évek jobb választék, 2000-es évek jobb reklám. Aztán jött a 2010-es évek, ott a jobb tartalom. Ugye? Ki tudott tartalom marketingezni? Ki tudott reklám helyett hasznos tartalmat adni? És ez nagyon fontos volt. De nézzétek meg, hogy az elmúlt években mik azok a cégek, amik kiemelkedtek. Kiemelkedett a Prezi, ugye a nagy magyar büszkeség. Kiemelkedett a Booking.com, kiemelkedett az Uber, kiemelkedett a Facebook. Ezek nem nagyobb választékot kínáltak, nem jobb reklámot kínáltak, szinte reklámra sem volt szükségük, az emberek kézről kézre adták, hogy ez mennyire jó. Nem jobb tartalmat adtak egy Ubert, nem is követed, nem is nézed a posztjait. Ezek jobb termékek, jobb szolgáltatások voltak. Úgyhogy a következő 10 év, ebben egészen biztos vagyok, az azoké az innovatív termékek és innovatív szolgáltatások kora lesz, ahol egy olyan cégvezető, mint te, jobban megérti, hogy mire van szüksége a vevőnek, és azt más forradalmi, könnyebb, gyorsabb módon kínálja a vevőnek, mint a versenytársai. Nem is beszélve arról, hogy felnőtt egy olyan vevőréteg, aki totál átlát a manipulatív marketingen, amit remélem, hogy nem használtok. Már tudja, hogy működik a remarketing, tudja, hogy milyen hirdetésekkel próbálnak rá hatni, nagyon jól megérti azt, hogy mi az a tartalomi reklám, már ti is ismertek olyan magyar celebet, akik mondjuk követtek az Instán, és lehet látni, hogy mi az, amikor tényleg valamit őszintén kiposztol, és mi az, amikor ügyesen vagy ügyetlenül megpróbál reklámozni valamilyen terméket. Oké? Szóval a vevők tudják. A vevőket nem fogjuk tudni megvezetni. A vevők azért fognak hozzád jönni, mert te tudsz nekik kínálni egy jobb terméket, egy jobb szolgáltatást. És ez egy teljesen új kompetenciát kíván, amit úgy hívnak, hogy termékstratégia, szolgáltatás, design. És azért, mivel ez a következő trend, ezért a következő, azt szeretnénk, hogy tihez jobban értsetek, jobbak legyetek, jobb terméket vagy szolgáltatást tudjatok fejleszteni, mint a konkurenseitek, és ezért a vevők titeket válasszanak 2019, vagy 2020 és a következő évtizedben. Úgyhogy az idei marketing szuperkonferenciának ez lesz a témája. Mindjárt kiposztolom a linkjét, és akkor meg tudjátok nézni. A marketing szuperkonferencia jegyhez jár egy egyéves GoTo Marketing Pro tagság, tehát benne lesztek a VIP körünkben, ezt mindenképpen érdemes ebbe investálni. Szóval kíváncsi vagyok, mi a véleményetek. Megköszönöm, hogyha egy kommentben megírjátok, hogy melyik az, amelyikre rá akartok fókuszálni ezekből a trendekből. Nyilván ez olyan, hogy minden foglalkozni az nehéz, ahhoz nagy csapat kell, de te, mint vezető, hol látod a legnagyobb lehetőséget? Melyik az, amiben azt látod, hogy ha ezzel foglalkozok, akkor tudok a legnagyobb versenyelőnyre szert tenni, és a legkönnyebben sikereket elérni, és a legnagyobb bőséget, boldogságot kínálni saját magadnak, az ügyfeleidnek, a csapatodnak. Hiszen ez az, amit szeretnénk veletek, amit szeretnénk nektek biztosítani. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, kívánok egy nagyon boldog, bőséges 2019-et, mi itt vagyunk, minden terméket és szolgáltatást azért kínálunk nektek, hogy ezt könnyebben, gyorsabban, kevesebb hibával, kevesebb kockázattal és hamarabb el tudjátok érni. Éljetek velünk. Köszönöm még egyszer a figyelmet. Sziasztok!